A szoboszlói fellépés. A szoboszlói fellépésről hazafelé úton azon izgult a társaság, hogy elérjük-e a kőbányakispesti csatlakozást, mert útközben vágányjavítás miatt jó ideig lassabban haladtunk. Amikor a vonatunk megállt, az egyetlen férfi, aki velünk volt, látta, hogy indulásra kész a haraszti vonat, úgy 6 vágánnyal arrébb, mint ahol mi megérkeztünk. A kalauznő sippal a kezében nézegeti, jön-e még valaki. A mi férfünk a nőket hátrahagyva két nagy bőröndel szaladt, és üvöltött, hogy elrudották! A kalauznőnek földerült az arca, nem is rossz, na, megvárom. Ahogy közösen elkezdték feltenni a férfinél lévő bőröndöket, vette észre, hogy még 9 szépkorú hölgy liheg a férfi után, telecsomagokkal. Mikor a szépkorúak elkezdtek a maguk csomagjainak vonatra juttatásával bajlódni, a mi férfünk eltűnt, nem segített. Nekünk. Mert egyik társunk kisebb nézeteltérésbe keveredett a lépcsőkkel és a csomagjaival. Így, amíg mi a csomagok kontra vonatcsatát vívtuk, ő a csomagok lépcső peron kontra ő és Marika fronton tette ugyanezt. Végül mindannyian felkerültünk a vonatra, és megkezdtük az utolsó etapot hazafelé. Amikor levegőhöz jutottunk, megköszöntük a kalauznőnek, hogy nem kellett még egy órát várni a következő vonatra. Itt és most pedig neki, szép volt, Józsi! Ennek szellemében fogadjátok szeretettel a következő táncot, mely relatív szorosan kötődik a fent említett kis történethez. Szóval lányok, hadd szóljon az a country!
Szóval, következő meghívott vendégünk, Molnár Katalin és három gyermeke. Katalin nagyon ügyel arra, hogy a zene szeretetét, lévén, hogy ő is fontosnak tartja, belenevelje a fiaiba. Ezért terelgeti csibéit ebbe az irányba, és azért mondja be őket minden egyes olyan lehetőségbe, ahol zenével kapcsolatos szerepléshez juthatnak. Ezúttal köszönik a lehetőséget. Első dalukat négyen fogják előadni, Katalin és a három gyermek, Pintér Béla, Homokba írva című számát. Endes Miklóst láthatjátok gitárnál, Endes Tamást, Endes Pétert, és Molnár Katalint pedig énekkel. Most pedig egy icipicikkel kis technikai szünet, amíg bekészítjük őket, és már is folytatódik a műsor. Köszönöm szépen! Marica belülőkője a Marica grófnőből, de jó is lenne, szerelmes lenne.
amíg Katalin rákészül a harmadik dalra, ami az egy asszony összetőr a Csárdás királynőből, egy pici dolgot én is elmesélnék, ami annak kapcsán jutott eszembe, hogy ők itt az elején négyen küldögéltek. Én a zene iránti fertőzésemet szintén édesanyámtól kaptam, akitől azt hiszem olyan 2-3 éves korom környékén nyitottunk a Parasztkantátával, a Régi mesékre emlékszel-e még című kis dalocskával, és szépen lassan először egy szólamban, aztán két szólamban nevelt bele így szépen a zenébe. Ezután jött zenei általános, és akkor így azt hiszem, hogy lényegében véglegesé is vált az, hogy a zene része lesz az életemnek, úgyhogy azt gondolom, hogy a srácok nagyon jól járnak azzal, hogy anya ezt fontosnak tartja. Miért fúj?